csináljam úgy, mint 5 évvel ezelőtt, hogy sziasztok, egy nagyon izgalmas kísérletet szeretnék nektek megmutatni. Hogy köszönjek neki? Sziasztok, pajtikák! Ez így jó lesz, nem? Rengeteg vicces mém, videó, anim gif és még ki tudja mennyi ízé kering az interneten, aminek akár tudományos vonatkozása is lehet. Gondolhatnátok, hogy ez nekünk akkor tutira profilba vág, annyira azonban nem egyszerű a helyzet. Ezek ugyanis többnyire kontextusból kiragadott vicces vagy látványos jelenetek, amelyeket mindig sokkal egyszerűbb megosztani, és jókat röhögni rajta, mint például tartalmat gyártani hozzá, és mellé rikkenteni valami magyarázatot. Legutóbb például abba futottunk bele, amikor egy átlátszó piás üveg magába szippant egy tisztességes mennyiségű vizet. Ez persze tök látványos, de a megosztási helyeken általában beindul a troll szekcióban egymás oltogatása, hiszen mindenki jobban véli tudni, hogy mi is történik itt valójában. Abban általában mindenki egyetért, hogy a víz úgy jut be a palac belsejébe, hogy valamilyen módon kisebb lesz a nyomás odabent, mint körülötte a levegőben. Ezt többféleképpen el lehet érni. Arról a változatról, ami ebben a vírus animgifizében van, volt is régen egy videóm, ami a YouTube-ra soha nem került fel, az Inda videón viszont a mai napig megtalálható. Úristen, van még Inda videós csatornám? Úgyhogy csak most, csak nektek megmutatom még egyszer. Arra azonban szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ez kifejezetten balesetveszélyes otthon, házi körülmények között megcsinálni. Nem véletlenül csináltam annak idején Lombikban, ami rendes hőálló üveg. A pálinkás üveg ugyanis nagyon könnyen elpattanhat. Ennek ellenére szeretnék hű maradni a mostanában terjedő animgifhez, úgyhogy ebben fogom elvégezni. Nem, komolyan. Ahogy a Brainiac-ben is mondták mindig annak idején, azért csinálom meg én, hogy nektek már ne kelljen vállalni a kockázatot. A kupakra fúrtam egy lyukat, itt fog majd beáramlani a víz. Egy nagyon kevés vizet forralok fel ebben a fütyülős üvegben, amit előtte gondosan, egyenletesen felmelegítettem, talán így kisebb eséllyel pattan szét. Most megvárom, amíg a keletkező gőz teljesen kiszorítja a levegőt a palacból. Majd az egészet szájában lefelé a vízbe fordítom. Most nagyon gördülékenyen kéne folytatni ezt a felvételt, de valójában háromszor is elcsesztük, és újra meg újra kellett venni. Hát nem hiába nem szoktam alkoholt inni, úgyhogy nincs túl nagy gyakorlatom, hogy tartsam a palackot. De viccet félretéve nézzük a magyarázatot. Ahogy hűlt odabenn a vízgőz, lecsapódott, és a nyomás csökkent odabenn. Ennek hatására a külső légnyomás betuszkolta a vizet a tálból a palack belsejébe. Ennek hatására viszont az összes vízgőz, ami eddig benn volt, mind egyszerre csapódott le, így semmi más nem maradt a palaszban, csak némi folyékony víz és vákum. Innentől kezdve aztán iszonyatosan felgyorsult a folyamat, és egy szempillantás alatt egy robbanásszerű szökőkút derengett fel szemeink előtt. Bár ha valami feldereng, az nem robbanásszerű és nem gyors. Létrejött, keletkezett, búr, kirobbant. Hát, kb. Ennyi. Sziasztok!